Köszöntöm az esti mérleg nézőit. Több mint 66 milliárd forint áll idén a város rendelkezésére, kedvezményekre, támogatásokra, fejlesztésekre és működtetésre. Elkészült Székesfehérvár költségvetési tervezete. Az esti mérlegben ezzel foglalkozunk. Maradjanak velünk! A költségvetési tervezetet minden évben a polgármesteri hivatal készíti elő, és a jegyző adja át a polgármesternek. A közgyűlés ezt a tervet tárgyalja majd következő ülésén. Az önkormányzati törvény szerint a polgármesteri hivatal készíti elő, és adja át a polgármesternek a költségvetés tervezetét azzal, hogy terjessze be a közgyűlés elé. Ilyenkor a hivatal a nullbázisú tervezés elvét szokta figyelembe venni, tehát mindig megnézzük a tavalyi teljesüléseket, és a jövő évi tervet mindig a tavalyi tényhez igazítjuk. Örömmel mondhatom, hogy amióta én ebben a városban jegyző vagyok, ez már a 10. éve, minden évben nagyobb volt az adott évi ténybevétel, mint az előtte adott évben a terv. Így volt ez ebben az évben is, így azért egy kicsit könnyebb költségvetést tervezni. Ugye a hivatalnak a működésére is benne van a költségvetési tervezetben. Mi mindenre kell fordítani a hivatalnak összeget a következő évben? A hivatal szerepe az elmúlt években jelentősen megváltozott. A korábbi hatósági szerepjárás hivatal felállításával háttérbe szorult, és az önkormányzat beruházásainak az előkészítéséért, lebonyolításáért, műszaki ellenőrzéséért felel. Ez minket is egy új kihívás elé állított, el kellett engednünk a hatósági vonallal foglalkozó kollégákat a járási hivatalba, és mérnökökkel, közgazdászokkal, jogászokkal kellett feltölteni az állományt azért, hogy ezeknek a kihívásoknak meg tudjunk felelni. Úgyhogy nagyon komoly ilyen műszaki feladatokkal kapcsolatos költségek vannak, amiket fedeznünk kell, de alapvetően a polgármesteri hivatal profilja jelentősen megváltozott az elmúlt években, és ez a költségvetés is igyekszik lekövetni. Hogyan látja a 2019-es évi költségvetési tervezetet, mi mindenre adhat lehetőséget majd? Ez a költségvetési tervezet, úgy mint az előző évek is, a város biztonságos működése mellett, ami nagyon fontos, egy jelentős fejlesztési lehetőségeket is tartalmaz, és amellett lehetőségünk lesz újabb tevékenységek, programok elindítására, amelyek reméljük, hogy a következő évek Fehérvárát döntően fogják befolyásolni. Gondolok itt olyan digitális felnőttképzési programokra, amelyek a fehérvári munkavállalók jövőjét hivatottak segíteni. Miért gondolták azt, hogy fontos lehet a felnőtteknek a képzése így a jövőre nézve? Óriási változáson megy át az összes vállalat, egészen más technológiák fognak működni a következő években. A digitális robot technikát nem tudjuk és nem is akarjuk kikerülni, hiszen a hozzáadott értéke így a termelésnek sokkal nagyobb, mint az előző években volt. Ez azt jelenti, hogy ugyanannyi munkavállalóval sokkal nagyobb értéket fogunk tudni előállítani. Székesfehérváron semmiképpen nem fog a foglalkoztatottság csökkenni, egyszerűen csak egy ember sokkal nagyobb értéket fog a jövőben előállítani, viszont ehhez természetesen a digitális és a robot technikák megismerése, elsajátítása lesz szükséges. Ehhez a város mindent megad. Közösen a nagyvállalatokkal indítunk egy programot, már is kezdődött egyébként, ahol a vállalat dolgozóit, tehát a mi dolgozóinkat fogjuk megismertetni ezekkel az új vívmányokkal, és ahogy látom, ennek nagyon nagy siker lesz, hiszen az első osztályban nagyon-nagyon lelkesen dolgozik. Hogyan alakul a 2019-es év költségvetési tervezete? Azt gondolom, hogy 2019-ben is fogjuk tudni biztosítani a stabil működést. A stabil és biztos országos átlag fölötti színvonalú városüzemeltetést és egy nagyon nagy arányú fejlesztést. Hogyha ezeket összegszerűen nézzük, akkor 66,4 milliárd forint a fő összege a költségvetésnek. Ennél talán azt gondolom, hogy fontosabb és bizonyos szempontból kifejezőbb szám az, hogy 25,1 milliárd forint a saját bevétel. Ez biztosítja ugyanis azt a lehetőséget, hogy úgy tudunk fejleszteni, úgy tudunk beruházni, úgy tudjuk a város üzemeltetést biztosítani, hogy azt a nyugodtan mondhatjuk, hogy eredményt és nagy eredményt, hogy helyi adót magánszemélynek Fehérváron nem kell fizetni, ezt 2019-ben is tudjuk tartani. Ez annak köszönhető, hogy az emberek a mindennapokban, a különböző gazdasági szektorokban, szolgáltatási területeken dolgozna, olyan eredményeket érnek el, hogy a gazdasági növekedés lehetővé teszi, hogy olyan mértékben nő az adóbevétele az önkormányzatnak, ami biztosítja azt, hogy nem kell magán személyeket adóztatnunk Fehérváron, és mégis képesek vagyunk a városüzemeltetést, városfejlesztést ellátni.
Ebből a 66,4 milliárd forintból megközelítőleg 30 milliárd forint az, ami működési kiadást jelent, amihez kapcsolatban intézményi kiadás, hivatali működés és mondjuk úgy, hogy városüzemeltetés tartozik, és több mint 33,3 milliárd forint az az összeg, amit pedig fejlesztésre fogunk tudni fordítani, illetve erről dönteni fog tudni a közgyűlés jövő hét pénteken. Azt gondolom, hogy ez is nagyon-nagyon magas összeg. Ennek a három fő tétele az az állami források, állami finanszírozás, ez több mint jóval több mint 20 milliárd forint, van Európai Uniós forrás, és van saját erős önkormányzati forrás is. Idén körülbelül 3,3 milliárd forintot költünk el Európai Uniós forrásból a város fejlesztésére, és mindegy 8,6 milliárd forintot pedig az önkormányzat saját erőből tud finanszírozni, fejlesztések, beruházások tekintetében. Úgyhogy azt gondolom, hogy ez egy stabil működés, biztonságos működés, nagyon magas színvonalú városüzemeltetés, és emellett pedig egészen biztos, hogy komoly, minden városrészt érintő fejlesztéseket jelent. A legfontosabb mindig, hogy a város üzemeltetés biztonságát az garantálni tudjuk, ami nagyon tudományosan hangzik, de nagyon leegyszerűsítve ez a közterületeink rendben tartása, a közműveknek a biztosítása, a karbantartása adott esetben, vagy például olyan is mondjuk, mint szúnyogírtás vagy szúnyoggyérítés, amit most kettőt tartalmaz a költségvetés, ugye ez már egy állami feladat, a katasztrófavédelem látja el, de azt láttuk, hogy az ő általa elvégzett szúnyoggyérítéseken túl lehet olyan időjárási körülmény, hogy szükség van a város beavatkozására, ez 2018-ban is jól jött, most kettő ilyet a városgondnokságnál például beépítettünk a költségvetésbe. Tehát ez gyakorlatilag az összes városüzemeltetési feladat, és hát egy nagyon komoly intézményi szektor, ami jóval több mint 10 milliárd forintos összegből gazdálkodhat. Ebbe oktatási intézmények ugyanúgy, mint egészségügyi, szociális, kulturális intézmények is benne foglaltatnak. Ide tartoznak a különböző civil támogatások, ami vannak közbiztonsági támogatások is, akár a rendőrség támogatása, akár a közterületfelügyelet fenntartása, akár mondjuk a polgárőröknek a támogatása, de van például olyan támogatás is, amit például a Szentgyörgy Kórháznak nyújtunk évről évre, ez is jóval több mint 100 millió forint lesz 2019-ben. Éppen a mai nap délelőttjén adtunk át az ambulancia vonatkozásában egy fejlesztést, amihez a város 2018-ban forrás biztosított a kórháznak. Ilyenek lesznek a 2019-es költségvetésben is. Egyrészt lakhatási támogatást biztosítunk az ottani humán politika könnyítésére, támogatására, másrészt fejlesztésekhez adunk forrást, illetve beépítettünk egy 50 millió forintos forrást arra, hogy a Szentgyörgy kórházon belül a hotelépület és a mellett lévő épületeknél a légkondicionáló berendezést cserélni kell. Mi úgy gondoljuk, hogy az állammal közösen lenne érdemes ezt megtennünk. A város a maga részét most ezzel vállalta. Tehát ezek a város üzemeltetési, támogatási feladatok, és akkor ezzel párhuzamosan van a fejlesztés, amik gyakorlatilag minden területet érint, a föld alatt is, a föld fölött is. Rengeteg útjárda, a parkoló fog megújulni, intézményekre költünk, különösen az óvodákra nagyon jelentős forrást, és emellett pedig azok a hagyományos programjaink is folyni fognak, mint a Kégli program, ugye az egészségügyi fejlesztések tekintetében, a Sára program, ami útjárda, parkoló, közösségi tér, és ez a város minden részét fogja érinteni, mindenhol lesz olyan út, utca, járda, parkoló, ami kiépül, vagy éppen felújítjuk emellett. Én kiemelném azt is, hogy folytatódni fognak azok a fejlesztések, vagy azok előkészítése, amelyek mondjuk úgy, hogy a nagy fejlesztések kategóriájába tartozik. Ez a kórházfejlesztés, a rendezvénycsarnok fejlesztés, vagy mondjuk a déli összekötőútnak a tervezésén túl vagyunk, az engedélyeztetést követően ki kell írnunk, kiírhatjuk már a kivitelezési közbeszerzési eljárást, már ez is azt gondolom, hogy egy nagyon fontos forráselem, és a középiskolai kampusz, vagy például az Árpádház program is folytatódni fog 2019-ben is. És hát vannak olyan juttatásaink, támogatásaink, amivel pedig szeretnénk visszajuttatni az emberekhez olyan forrásokat, amelyeket valójában ők azok, akik előállítottak, vagy az ő segítségével munkájuk révén került az önkormányzathoz.
többet kiemelhetnék, én mindenképpen az új támogatási formák közül kiemelten fontosnak tartom a 65 év fölöttiek támogatását, illetve a nyelvoktatás szociális alapon történő támogatását. Egyébként ezek ellenzéki javaslatok voltak az előző esztendőkben, úgyhogy én bizakodó vagyok, hogy miután ezeket a megfelelő vizsgálatok lefolytatása után a pénzügyi források tervezhetősége okán most biztosítani tudjuk 2019-ben, én bízom benne, hogy a ellenzéki képviselőtársaim támogatni fogják a költségvetést, hiszen az ő javaslataikat dacára annak, hogy mondani szokták, választási évben beemeltük, pont azért, hogy ezzel is hangsúlyozzuk, hogy ez az év a város működtetése, fejlesztése tekintetében pont olyannak kell lenni, mint az előzőnek, vagy éppen majd a következőnek. Emellett kiemelném az okostanterem fejlesztési programot az Alba Innováron keresztül, szeretnénk minden iskolába egy ilyet telepíteni, abból most az első próba termet azt idén szeretnénk megvalósítani. Ebbe azt gondolom, hogy partnereink is lesznek a képes program keretében a városi cégek, és hozzá pedig, hogy ne csak a fiatalokat képezzük a digitális korszakra, mindenképpen fontosnak tartottuk, hogy a felnőtt képzést is be tudjuk emelni. A ma munkavállalóinak holnap is legyen munkája, ebben van feladata a munkáltatónak, magának az egyénnek, a munkavállalónak, de van azt gondolom az önkormányzatnak, meg az államnak is felelőssége. És ugye utoljára hagytam, de azt gondolom, hogy nem utolsóként kéne talán említeni, mert ez jelentős döntés, amit meghaladta a saját adóbevétel a 20 milliárd forintot 2018-ban, azt mondjuk, ez egy lélektani határ, ebből szeretnénk azoknak a munkás embereknek visszajuttatni, akik a mindennapokban nagyon keményen, akár több műszakban dolgoznak a gazdaságban, és akik egyébként sok esetben közösségi közlekedést használnak, egy adott hónapban le fogjuk a felére csökkenteni a teljes áru bérlet árát, segítve az ő munkába járásukat. Székesvérvárra kerül a Magyar Honvédség parancsnoksága, ezzel kapcsolatban azért lesznek bizonyos kiadásai valószínűleg az önkormányzatnak. Milyen összeget különítettek el erre a célra? Én azt gondolom, hogy igen, azért fontos, hogy ezt megtegyük, hiszen az elvi döntések megszülettek, azt gondolom, hogy örülhetünk annak, hogy a közgyűlés is egyhangú döntést hozott tegnapi nap, és mindenki támogatja ezt a fajta fejlesztést, nagy lehetőség, de lesz benne az önkormányzatnak is feladata, nem tudjuk még pontosan, hogy mi és mikor, ezért egy kis 50 millió körüli tartalékot hoztunk erre létre, annak érdekében, hogy legyen mihez nyúlnunk évközben egy tervezéshez, egy tanulmánytervhez, vagy például egy előkészítéshez. Van egyébként más hasonló ilyen fejlesztési, mondjuk, hogy keretünk is, hiszen például a parkolóházak vonatkozásában a közgyűlés éppen jövő hét pénteken három alternatíva közül már dönthet, az alapján pedig remélhetőleg idén már minden terv engedély rendelkezésre fog állni, hogy a kivitelezést el tudjuk kezdeni. És itt fontos megemlítenünk, hogy gyakorlatilag itt tartalékokról beszélünk, a város életében ez több mint 3,3 milliárd forintos tartalékot jelent ebben az esztendőben is, és ebből 2,3-2,4 milliárd forint olyan, ami teljesen szabad tartalék, e fölött meg van általános tartalékunk is, tehát azon, hogy a város biztonságos működése, stabil működése garantált, úgy, még egyszer, hogy sem a magánszemélyeknek nem kell helyi adót fizetni, sem hitelre, akár folyószámla hitelre sincs szüksége Fejér önkormányzatának, tehát 0 forint a hitelállomány, ez így maradt 2019-ben is, miközben egyébként a város vagyona folyamatosan és jelentős arányban mértékben nő. A költségvetési tervezetet pénteki ülésén tárgyalja majd Székesfehérvár közgyűlése. Kedves nézőink, az esti mérleget látták, köszönjük figyelmüket, viszontlátásra!